Az is egy nagy tanulság, hogyha elkezd két ember beszélgetni, az egyik nagyon rossz kedvű, a másik nagyon jó kedvű, akkor általában a rossz kedvhez jön le a jó kedvű. Tehát ez is egy érzelmi intelligencia gyakorlat, hogy azt megtanulni, hogy először is a nagyon rossz kedvű valaki, és nem kötelességem nekem őt megvigasztalni, akkor legjobb, hogyha ott hagyjuk egy kicsit, hogy forjon a levélbe, és akkor menjünk vissza hozzá, amikor már kicsit jobb állapotban van, mert egyébként engem is vissza tud rántani. Hogyha 2018 némiképp az érzelmi intelligencia éve lenne, azt halljuk, hogy az EQ szexi. Egy kellemes kávészünetben lehet egymásra figyelni, lehet egy kicsit befele figyelni, és együtt gondolkodni arról, hogy vajon mennyire jól bánunk magunkkal, mennyire vagyunk tisztában a saját érzelmeinkkel, milyen döntéseket hozunk, hogyan viselkedünk, hogy aztán jól bánjunk a többi emberrel is. András, téged alapvetően nyugdíjguruként ismernek, és az érzelmi intelligencia kapcsán az jutott eszembe, hogy te pont azokkal kell dolgozzál, szót érts, akikben talán épp egy félelem uralkodik az öregedéstől, a kiszolgáltatottságtól, de kicsit ilyen struccként az emberek szerintem hajlamosak a fejüket a homokba dugni, hogy inkább ne gondoljunk abba, hogy mi lesz holnap után, vagy 10 év múlva, 15 év múlva. Ez pontosan így van. Amióta 4,5 éve elkezdtem ezt a pro bono jogsegélyszolgálatot, hogy a nyugdíjba készülőknek segítsek, azóta több tízezer ember fordult már hozzám, és tényleg az alapérzelem mindegyikben a félelem volt, inkább szorongásnak nevezni, nem a kifejezett páni félelem, hanem szorongás attól, hogy mit hozhat a holnap. Elsősorban, amikor hozzám fordulnak, akkor az anyagi félelem dominál bennük, hogy azt mindenki sejti, hogy ugyanannyi pénze nem lesz nyugdíjas korában, mint amit aktív korában megszokott, vagy azért, mert nem fizetett elég járulékot, vagy azért, mert olyan helyzetben volt, hogy belekényszerült minimálbéres állásokba, vagy valami szürke gazdaságba dolgozott hosszabb ideig. És menet közben derülnek ki, amikor egy kérdezfelelek játék kialakul közöttünk az érdeklődőkkel, a segítséget kérőkkel, hogy nem csak anyagi félelem, anyagi szorongás van bennük, hanem tényleg nagyon félnek az öregedés folyamatától is. És azt mindenki tudja, hogy öregedni egyébként se egy nagyon vidám vásár, de hogyha nincs pénzem hozzá, akkor meg nagyon, nagyon súlyos következményekkel járhat. És az érzelmi intelligencia e tekintetben talán pont az, hogy segítem neki kezelni ezt a szorongást. Ha van elég információm, ha tudom, hogy mit tehetek, ha ismerem a jogaimat, ha föl tudok lépni értük, már pedig a megfelelő információ birtokába el tudom látni a saját érdekeim képviseletét, akkor enyhül ez a szorongás, és ezzel egy pozitív érzelmet tudok kiváltani az emberekben, mert akkor nő az önbizalmuk. Tehát, hogy jobb informálódni, ismereteket szerezni valamiről, ami bennem bizonytalanságot okoz, hiszen hogyha a köd feloszlik, akkor már jobban rá tudok nézni. Szorongás mindig attól van bennünk, hogy nem tudjuk, hogy mi van a kanyar után, hogy nem tudjuk, hogy mi van a ködfal után. Most a ködfalat, a kanyart, az pont az okozza bennünk, hogy nincs elég információnk, hogy nincs egy reflektor, ami oda bevilágít, hogy a kanyar fényszórónk nem működik. De ilyen szempontból egyébként az emberek, hogyha az is egy kérdés, hogy mennyire bánsz jól magaddal, ugye akkor arra gondolnék, hogy a te területeden akkor bánok jól magammal, ha előrelátó akarok lenni, és kvázi tervezem a jövőt, ha van egy elképzelésem arról, hogy pontosan így van, csak van bennünk egy gát, mégpedig nagyon súlyos pszichológiai gát, amit pont az érzelmi intelligenciával lehet egy kicsit felrobbantani, hogy előrelássunk a jövőben. Ugyanis azt derítették ki a idegtudományi kutatások, hogy a saját jövőbeni énünkkel semmilyen kapcsolatunk nincs. Tehát az, hogy 10 év múlva, 15 év múlva, 20 év múlva ugyanezek az emberek, a Nóra meg az András itt ül és beszélget, ahhoz nekünk semmilyen viszonyunk nincs, mint hogyha vadidegenek lennénk saját magunk a jövőben. És egy vadidegen emberre miért pazarolnánk bármilyen erőforrás, beleértve az érzelmi erőforrásainkat? És nem törődünk vele. Lesz majd valahogy elnyeri. Sőt, a lesz majd valahogyat is megállapította a tudomány, ez a viselkedés tudományi közgazdaságtan, éppen ezért kapott Nobel-díjat az elmúlt évben egy Richard Thaler nevű általam igen nagyra becsült tudós, mert azt bizonyította be, hogy nem úgy diszkontáljuk a jövőt, mint a diszkontálást, azt, hogy megmagyarázom, tehát egy
a pénz diszkontálásáról talán sokan hallottak, hogy a jövőbeni pénz az nem ugyanannyit ér, mint a mai pénz. Egy 5 év múlva esedékes 1000 forint sokkal kevesebbet ér nekem, mint egy ma esedékes, vagy egy holnap esedékes. Egy 10 év múlva esedékes forint az meg már még sokkal kevesebbet ér. Egy 15-20 év múlva esedékes, amikor ugye nyugdíjba menjünk, az pedig már szinte láthatatlan, annyira kevesebbet ér a mi szemünkben, és ez nagyon sokáig azt hitték, hogy lineárisan egyenes vonalba diszkontáljuk, mint hogyha minden évben mondjuk 5%-kal kevesebbet érne a pénz, akkor idén egy 100 forintos, az jövőre már csak 95 forintot ér. Nagyon sokáig ez volt az elmélet, míg nem jött Thaler professzor, és nagyon okos és furfangos kísérletekkel bebizonyította, hogy ez egyáltalán nem így van. A jövőbeni események az idei döntésünket már csak 50%-osan befolyásolják. Tehát nem 95, hanem csak 50%-osan, és a 2 év múlva esedékes események a mostani döntéseinket semmilyen módon nem befolyásolja. Nem, ennyire nem gondolkodunk előre. Gyakorlatilag másfél év az az időtáv, amit mérni lehet a pszichológia mai ismeretei szerint. Másfél év múlva esedékes dolgokra még figyelünk, az aztán következő eseményeket félresöpörjük, asztal alá tesszük, szőnyeg alá söpörjük, nem törődünk vele. Ez az a bizonyos jövőbeni veszélyek diszkontálása nevű tézis, amit ráadásul az érzelmi intelligenciánk megtámogat. Mert azt mondja, hogy amit nem látok, attól nem félek. Szorongok tőle, de nem félek. Tehát a mai cselekvőképességemet nem teszi tönkre az, hogy mi lesz 2-3-4 év múlva. Sőt, nagyon érdekes dolog, szintén egy pszichológiai áttörés, hogy azt bizonyították be, hogy mindenki a jövőt az jobbnak gondolja, mint a jelent. Ez nagyon sok boldogtalanság oka. Nagyon sok volt, mert nem a jelent éljük meg úgy, mint a lehetőség. Hanem a majdha. Hanem majd, ugyanis a majdha az soha nem jön el. Tehát majd holnap elutazok ide, majd holnap megteszem, holnap lefogyok, holnaptól többet keresek, holnap föladom ezt a macapelyet, ahol van. Ma tegyél, igen. Ma tedd meg, és pont ez a ma tegyél a saját életedért, ez az, amit nagyon nehéz megtennünk, mert hogy nem így vagyunk húzalozva. Tehát az evolúciós bekötődése az agyunknak nem így alakult ki. Nekünk az, hogy a mát kellene élvezünk, az valahogy az elmúlt évszázadok története során, mintha egy bűnös dolog lett volna. Gondolj csak bele, hogy a saját magam szeretetét minden vallás elítéli. Tehát az önszeretet az egy negatív dolognak alakult ki, természetesen azért, mert a társadalomban benne lévő nagyon magas agressziós szintet kellett valahogy visszaszedni, ugye ez is érzelmi intelligencia kérdése volt, és most, hogy teljesen megváltozott a világ, hogy rengeteg intézmény féken tartja bennünk az agresszió fenevadjait, persze nem mindegyik, sajnos most éppen lehet ellentétes dolgokat is tapasztalni, de lényeg az, hogy ilyen körülmények között már nincs szükség arra, hogy én folyamatosan letiltsam magam a saját magam szeretetéről. És ez azért fontos hangsúlyozni, hogy ha saját magamat nem szeretem, akkor nem tudom szeretni a másikat se. Hiszen akkor egy vadidegent, akkor mindenki hozzám képest távolabb van a saját magam benseihez képest, tehát ha magamat nem szeretem, nem tudom igazán szeretni a többi embert se. Igen, hogyan bánjunk jól magunkat, hogyan bánjunk jól? Így van, és például, hogy a nyugdíjas kérdéshez visszakössem, hogyha én segítek abban az én hozzám forduló több tízezer embernek, ne felejtse el, hogy saját magát becsülje meg, hogy ő nem egy elveszett ember lesz attól, hogy öregszik, ő nem egy másodrendű állampolgárra csúszik vissza, ő nem tekinthet saját magára úgy idős emberként, mintha már egy értéktelen tagja lenne a társadalomnak, sokkal erősebben tudja a saját érdekeit képviselni, mert most nagyon sok ember belenyugszik abba, hogyha megöregszem, nincs szükség már rám, fontosságtudatom elenyészhet. A feleslegesség érzése pedig nagyon pusztító. Ez nagyon pusztító, sőt a legpusztítóbb érzések egyike. Ugye, hogy egy aktív példát hadd mondjak, a leginkább azon tudunk megsértődni, hogyha a saját fontosságunk tudatát megsértik. Igen, ezt szoktam mondani, hogy a kommunikációs fejlesztés vagy bizalomépítést tanítok, hogy a fontosság szükségletét a másiknak az nagyon... Bizony, ha valaki kiszolgálja, akkor azzal bizalmat épít. Csodákat lehet elérni, hogyha a másik embernek elismerik a fontosságot, sőt, föl is emeljük, hogy fontosság. Én ezt gyakorlom napi szinten, ahogy a hajlamosak az idős emberek, az idősödő emberek visszacsúszni ezen az önbecsülési skálán, hogy vagy lejtőn. És ha ezt meg tudjuk ezt állítani, és leginkább azzal lehet megállítani, hogy a fontosság tudatát erősítem meg azzal, hogy te ugyanolyan ember vagy, sőt, idős emberként még többet tehetsz adott esetben, mert az unokák, mert a család, mert a segítés, mert tehát egy értékes ember maradhatsz. Csak máshova csatornázod be az energiáidat, konvertálhatod a tudást, amit felhalmoztál. Pontosan erről van szó.
szó, és én azért szeretem, rengetegen kérdezik tőlem, hogy menjenek-e minél korábban nyugdíjba, és mindenkinek azt mondja, hogy dehogy menjél minél korábban, a nőket is szeretem lebeszélni erről, hogy minél később menjél el nyugdíjba, ennek van egy egyszerű anyagi oka, ha valaki nem megy el akkor nyugdíjba, amikor betöltötte a nyugdíjkorhatárát, akkor növeli a nyugdíja, a várható nyugdíja összegét, mégpedig jelentősen, egy évben 6%-ot lehet rátenni. De a másik az, hogy ez az önbecsülése megmaradhat sokkal tovább, nem kell külön védelmi rendszereket kiépítenie, hiszen ha én 65-70 évesen is még a saját magam szeretetével is rendelkezem, tudom, hogy én értékes ember vagyok, nem lettem egy átléphető, kiszolgáltatott kis senki ott az út szélén, hanem tudom, hogy én egy erős és megbízható és fontos ember vagyok, akkor elkerülnek a betegségek, akkor nem fogok összeroskadni lelkileg, akkor nem telítődik, tehát nem velem lesz tele a sok elfekvő osztály a kórházakban, és így tovább. Nagyon-nagyon pozitív hatása van, ugye az érzelmi intelligencia lényege, hogy a mint minden intelligencia. Az intelligencia micsoda? Ugye beszélgettünk, hogy internet az, hogy mérünk az intelligencia tesztekkel, de ez nyilvánvalóan ez egy könnyed hozzáállás. De az intelligencia az, hogyha az ismeretlen dolgokkal meg tudunk birkózni. Ugye az emberi faj fejlődése történetében intelligenciánkat folyamatosan tesztelte a egyébként ellenséges természeti környezet, és mivel ezt egyre jobban képesek vagyunk legyőzni, ezért az összesített intelligenciánk az egyre jobb. Ha az emberi nem történetét az intelligencia fejlődése révén nézzük meg, akkor az a típusú intelligenciánk, ami a környezetünk átalakítását lehetővé tette, az döbbenetes drámai mértékben nő. És most exponenciálisan, mint a rakéta úgy megy most hát is. Hát a technológia fejlődésével, a digitalizációval, automatizációval, 3D-s nyomtatás, robotikával, mindennel. Teljesen új világ épül föl. De ez valahogy az észvilága. Ez az észvilága. És én meg valahogy azt érzem, hogy mindehhez képest valahogy ember emberrel mégiscsak az érzelmekre nagyobb fókusz fog kerülni, mert azt nem tudja a robot, azt nem tudja... Az a gond, igen, hát egyfelől annak nagyon örülünk, hogy még nincs érzelmi programozás, mert akkor szerintem akkor jön el majd a Ray Kurzweil úgy emlegeti, hogy majd az lesz aztán az a pillanat, amikor átveszi a mesterséges intelligencia a hatalmat, és nekünk annyi. Remélhetőleg ide nem fogunk eljutni, de a érzelmeink azok egyáltalán nem úgy fejlődtek, mint a racionális intelligencia. Az érzelmeink azok ugyanott vannak, mint 80 000-100 000 évvel ezelőtt voltak. Amikor éltünk 80-100-an egy kis törzsben, vándoroltunk a hatalmas szavannán, egész életünkben nem találkoztunk más emberrel, egyáltalán bárkivel. A közösséghez tartozás volt a túlélés záloga. A túlélés záloga, nekem mindenképpen abba a csapatba kellett tartoznom, és ez milyen csodálatosan jó volt arra a 24 évre, ami az átlagos várható élettartam volt akkor. Tehát volt egy nyugdíj probléma. Hát nyugdíj probléma az nem volt egyen. A nyugdíj probléma még 200 évese volt. Úgyhogy amikor bevezette a Bismarck nevéhez kötik az első mai modern értelembe vett nyugdíj segélyrendszer bevezetését, ez csak 1891-ben történt meg. Akkor jött létre az új Németország, 1897-ben nagyon fiatal. Az alig 135 év. Alig 100, így van, és ráadásul akkor a várható átlagos élettartam 46 év volt születéskor, 46, és az első nyugdíjat 65 éves kora után fizettek ide, a teljes nyugdíjat csak 75 éves kora után az a rendszer. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon kevés idős emberről kellett nagyon rövid ideig gondoskodni annak idején. Most minden megborul, de ezt nem követte se az érzelmi intelligenciánk, és még a racionális intelligenciánk is csak nagyon lassan követi, mert itt megint beleütközünk abba a természetes pszichológiai korlátba, hogy a saját életünkkel nem tudunk hosszú távon foglalkozni. Ezt belátjuk, hogy hát látjuk, hogy a saját édesanyánk, nagyapánk az öregszik, meg is hal szegény. Tehát látjuk, de ez valahogy nem vonatkozik mi ránk. Ez egy metafizikai képtelenség, hogy a saját halálommal, a saját elmúlásommal foglalkozzam, és minden olyan dolog, ami tőlem távol van az időben, azt elsöpröm. Tehát mint a közmondásos trucc, inkább nem veszek róla tudomást. Akkor neked például itt tanácsadói vagy segítői oldalról milyen érzékeidet kellett kifejleszteni? Nyilván van egy szakmai felkészültség, hogy tisztában vagy a jogszabályi hátterekkel, személyre szabottan tudsz abban segíteni, vagy gondolkodni velem, hogy tervezzem a 15-20 év múlvát, ez egy másik része, de neked nyilván a sokféleségben, az emberekre hangolódásban is igazodni kell, nem? Bármennyire is közhelyesen hangzik, ha nem szereti az ember a másik embert, akinek próbál segíteni, akkor reménytelen az ügy. Tehát én egész egyszerűen szeretem az öregeket, és azt szeretném, hogy jobb legyen az életük. Ugye rengeteget vitatkoznak arról, hogy mi a boldogság titka, most ugye ennek 6 könyvtár meg van töltve, hihetetlen ügyiségű hülyeséget is lehet olvasni. Egy dolog
az engem is szívbe ütött, hogy amit én olvastam 83 féle verzióban, hogy az igazi boldogság az, amikor teszel érte, tehát folyamatos cselekvést igényel, sosincs olyan állandó boldogság, mert az maga a nagy halál, az vége van. Tehát cselekedned kell, tenned kell, erőfeszítést kell tenned, és ráadásul a cselekvő szeretetben kell, hogy éljél, mert különben reménytelen az egész ügy. Tehát én az idősekre fordítom át a cselekvő szeretetnek ugye attól cselekvő a szeretet, hogy teszek valamit. Nem csak azt mondom, hogy jaj, én szeretem az öregeket, egyébként meg kit érdekel, hanem én minden nap 30-40-50 kérdést megválaszolok, és ezzel segítek, hogy az ő életük egy kicsit jobbá válasson. És hogy viseled a világban az empátia szűkösségét, vagy az egymáshoz való alkalmazkodás korlátozottságát, vagy inkább indulatokkal terheltségét? Tehát, hogyha kicsit kilépünk az egy per egyes, vagy a családi viszonyok körül, akkor te ebben milyen eszköztárt dolgoztál ki saját magad számára, vagy mit látsz az embereken? Én nagyon régen ösztönösen ráéreztem arra, amit csodálatos módon most láttam igazolva az amerikai idegtudományi kutatásokból, akik azt mondják, szintén nagyon okosan, ugye a pszichológiai kísérleteket mindig okosan kell megtervezni, ne vedd észre, hogy veled kísérleteznek, és az a dolog lényege, hogy három pozitív gondolatra legfeljebb egy negatív gondolat jusson, akkor tud, tehát szeretem a másikat, becsülöm a másikat, jaj, de szép a mosolyod. Ez három pozitív gondolat, arra csak egy jusson, hogy jaj, de utálom a migránsokat például. Utána megint kell három pozitív gondolat, meg tudom csinálni, jaj, de jól esett ez a tea, milyen szép itt a környezet, de jó veled beszélgetni, ez megint egy csomó pozitív gondolat. Ja Istenem, mi lesz, ha nagyon fáj a vesém, el kell mennem orvos, az egy negatív gondolat. Ja, ezt szeretem, azt szeretem, ilyen szép, hálatelt gondolatok, majd, ja Istenem, majdnem. Tehát 3-1? 3-1 az arány, ha ez nagyjából kijön egy nap, akkor azt mondják a mai pszichológiai elméletek, hogy akkor érzem jól magam. Ha túlságosan több a negatív gondolat, tehát ha például följön ugyanannyi pozitív, mint negatív gondolat van bennem, akkor nagyon rosszul érzem magam, akkor elindulok a depresszió felé, vagy az agresszió felé. Tehát mindenképpen rossz idegállapotba kerülök. Ha nagyon sokszor látjuk ezt reggel, ha budapesti csúcsforgalomba bekerülünk, látod az embereken, én direkt szoktam figyelni, miközben bennem is megy föl perc a pumpa, de direkt nyomom le, hogy képesek lennének ölni az ember. És nagyon sokszor ölnek is egyetlen percért. És nem tudják utána megmagyarázni. Tehát, na, ugye voltak sajnos ilyen tragikus események, megkérdezték utána az elkövetőt, hogy de hát mi az Úristen vette rá, hogy ennyire agresszív módon lépjen fel, nem tudta megmagyarázni. Hát tulajdonképpen, amikor a negatív érzelmek túlsúlya van, az akkor tehát akkor az érzelmi intelligenciánkat leblokkolja. Ha túl sok negatív érzelmünk van, akkor nem tudjuk irányítani az érzelmeinket. Nem tudjuk irányítani, egyébként sem tudjuk, nem tudjuk kordában tartani. Akkor meg tud. Tehát mindenképpen a negatív érzelem az rosszat csinál velünk. A legkézenfekvőbb példa, hogyha a gyűlölettel vagyunk tele. Ugye a gyűlölet az fogságot okoz, akkor egész egyszerűen nagyon sokszor látjuk ezt szerelmi házasságok, amikor tönkre mennek, hogy micsoda embertelen gyűlöletbe tud. Ugyanolyan fajta felfokozott indulat, csak már egy ártó. Ugyanúgy egy tudatmódosított állapotban, de képes lenne gyilkolni az ember. Millió ilyen dolgot lehet mondani. Én azért gyűlölöm az olyan típusú kampányokat, amiket tele van sajnos az ország mostanában, akkor valakit utálni kell. Mert az beszivárog az agyunkba, ezeket a negatív gondolatokat fölturbozza, tehát egyre több pozitív gondolatnak kell történnie, vagy jönnie, hogy ellensúlyozni tudjam. Ez a 3-1-es arány, ez jó, hogyha megegyezünk. Az se jó, hogyha valaki csak pozitív gondolatokkal, mert akkor mint egy rózsaszín Barbie baba rohangál olyan meg valóságtól elmárt, de hát az is egy rettenetesen idegesítő tud lenni, bár látunk ilyeneket is. Igen. Ez a 3-1-es arány az nagyon a földön tart minket, de mégis jó állapotban. És az a lényeg, hogyha én jó állapotban vagyok, akkor a velem beszélgető másik embert is jó állapotban tudom hozni. Az is egy nagy tanulság, hogyha elkezd két ember beszélgetni, az egyik nagyon rossz kedvű, a másik nagyon jó kedvű, akkor általában a rossz kedvhez jön le a jó kedvű. Tehát ez is egy érzelmi intelligencia gyakorlat, hogy azt megtanulni, hogy először is, ha nagyon rossz kedvű valaki, és nem kötelességem nekem őt megvigasztalni, akkor legjobb, hogyha ott hagyjuk egy kicsit, hadd forjon a levélbe, és akkor menjünk vissza hozzá, amikor már kicsit jobb állapotban van, mert egyébként engem is vissza tud rántani. Ez a teljesítményre is óriási hatással van, tehát egy munkahelyre bemegyünk. A rossz kedv az fertőz. A rossz kedv fertőz, a jó kedv csak nagyon ideig fertőzhet, tehát nagyon ugye, mint ahogy a nevetés is tud terjedni, de aztán elmegy, és megint csak ugye benne van ez a magyar nemzet karakterológia is, hogy mi ott sírva vigadunk, meg mit tudom én. Ha ezt újra tudnánk értelmezni,
Hadd mondjak egy példát. Eladósodott nagyon Magyarország a jelzáló kölcsönök miatt. Ugye, rengeteg ember vett fel a jelzáló kölcsönt, elszálltak a svájci frankok, és ismerik ezt a helyzetet. Ezt úgy is be lehet állítani, hogy ez egy magyar sors tragédia, hogy mindenki mennyire tönkrement ebben, meg úgy is be lehet állítani, hogy mivel mi a jövőt azt mindig jobbnak tételezzük, mint a mát, ez nem más, mint az optimizmusunknak a bizonyítéka. Hiszen azért van most kölcsönünk, hogy holnap többet keresünk, majd vissza tudjuk adni. Tehát bízom a jövőben, tehát optimista vagyok. Lehet, hogy ez az égvilágon semmit nem változtat a tényeken, hogy marha nehezen szedem össze a havi törlesztést, de ha ezzel a szemüveggel látom a világot magam körül, hogy ez egy optimista hozzáállás, sokkal könnyebbé válik az életem, és nem pedig megadom magam a sorsnak. Nagyon nehéz Magyarországon azzal is szembesülni, hogy azért itt emlékszünk rá, nagyon sokat cikkeznek erről, hogy itt azért önálló nagy polgárosodás az mindig megtört. Soha nem sikerült ez a saját maga érdekeit képviselni képes szabad elvű polgárság, az vagy egyáltalán tudott kialakulni, vagy a németek meg a zsidók polgársága alakult ki, az meg egyéb gyűlöleteket keltett az országban. Ez egy nagyon-nagyon nehéz az a történelem, az a nemzet karakteroló, ha van ilyen, tehát az emberekre jellemző hozzáállás, vagy legalábbis az irodalmunkban, kultúránkban, a politikai megnyilvánulások, a megnyilvánuló hozzáállás, hogy milyen a magyar néplélek. A magyar néplélek az, ha most megnézzük, egy nagyon provinciális, nagyon a múltba révedő, nagyon nem a 21. századnak megfelelő karakterisztikát mutat. Ha elfogadjuk ezt a szemüveget, de ha ezt a szemüveget ledobjuk, nem vagyunk hajlandók mások elvárásai alapján nézni, hanem fölteszem azt a szemüveget, amivel az én saját életemet jobbá tudom tenni. Ha én jobban élem meg a saját életemet, már is jobbá tudom tenni a tényleg, és a kis körökben terjed szépen a jóság. Mert én ebben hiszek, és azért hiszek az idősödő emberek segítésében is, mert őnekik aztán óriási hatásuk van a gyerekeikre, unokáikra, dédunokáikra. Tehát, hogyha a mama, a nagymama, a dédimama jól van, az kisugároz lefelé, és az egész családot rendbe tudja vágni. Egy nagymami, ugye a nagymamák bölcsességéről sokat tartok előadásokat, ugye ott én a takarékossági bölcsességükre gondolok, de általában is, ha egy nagymama jelen van a család életében, az mindig le tudja szabályozni a negatív érzelmeket, és utat enged a pozitív érzelmeket. Mint egy mézes kalács illat, vagy mint a birsalmalekvár illat, az a nagy receptje. A nagy receptje az pozitív dolgokat előhozza az emberből, és mindenki elalél és mosolyog, és egész más világ lesz, mint hogyha vegyük az asztalt, hogy fegyelem van meg. Tehát a maszkulinitás az ki tudja csinálni a családokat, a nagymamiság az meg fel tudja emelni a családokat. Akkor így a végén javasolhatjuk a matekot, 3 az 1-hez, ugye erre érdemes igen figyelni, a nagymamákra, meg igen a nagypapákra, igen, és az sem mindegy, hogy milyen szemüveget viselünk. És hogy ki miért vesz föl, az viszont a saját döntése. Köszönöm, András. Köszönöm. Gondolkodjunk így el együtt, legközelebb.